jótékonysági városba 2 millió forint gyűlt össze. Megelőzés akciót szervezett a Rákellenes Liga. Szivárvány délelőtt kézműves foglalkozás az óvodában. Ismét hétfő, ismét aktuális, mi estét kívánok! Az idén az Almavirág Összefogás Értékteremtő Kereskedelmi Szociális Szövetkezetet és a Gyöngyösi Diákokért Közalapítványt támogatták a városba bevételéből a bálozók. A Gyöngyösi Önkormányzat a Mátraaljai Munkaadók Egyesületének támogatásával szervezte meg a hagyományőrző rendezvényt, amely minden évben jótékony célokat is szolgál. Az idén mintegy 2 millió forint gyűlt össze. A Városbált a 90-es évek közepétől rendezik meg Gyöngyösön, ami rangos társadalmi eseményén nőtte ki magát, mondta a bál megnyitóján Hisz György polgármester. A rendezvény az idén is jótékony célokat szolgált. Nem először gyűjtünk a Gyöngyösi Diákokért Közalapítványnak, de először egy fantasztikus civil szervezetnek, egy szociális szövetkezetnek, amelyik azt gondolom, hogy úttörő szerepet játszik Gyöngyösön, és nagyon remélem, hogy a mai este bevétele, hiszen önök a meghívóikkal a szociális ügyet is támogatják. A szociális szövetkezet alapítója Aradi Mária elmondta, hisz az összefogásban és annak végső győzelmében. Megköszönte a támogatást és beszélt a terveikről, hogy mire szeretnék a kapott összeget fordítani. Rövid távú céljaink között Pekkanek boltvezető által vezetett szociális adományboltokban egy újra varrógép sarkot vagy szalont szeretnénk létrehozni, ahol újrahasznosított anyagokkal tudunk majd dolgozni. Hosszú távú terveink és céljaink is vannak, fogunk róla majd tudósítani. A jól tanuló, rászoruló diákok támogatására szánt adományt Szekrényes Tamás a Gyöngyösi Diákokért Közalapítvány újonnan választott elnöke köszönte meg a bálozóknak. Természetesen tovább folytatjuk az előző csapat munkáját, és azokat a gyöngyösi alsó, közép és főiskolás kiváló tanuló diákokat, akik egyébként anyagilag rászorulnak, őket szeretnénk támogatni az önök támogatásaiból. Az idén először árverést is tartottak. A Gyöngyösre betelepülő Giant kerékpárgyártó cég által felajánlott offroad kerékpárra licitálhattak, amely 400 ezer forintért talált gazdára. Így összesen közel 2 millió forint folyt be, melyen a két kedvezményezett osztozhat. Az este folyamán a hagyományokhoz hűen Gyöngyösről elszármazott művészek is szórakoztatták a bál résztvevőit. Február 4-e a Rákellenes Küzdelem Világnapja. Ennek tudatában a Magyar Rákellenes Liga Gyöngyösi Alapszervezete kampányt indított. Ez vagyok és ezt teszem címmel. Ennek a szlogennek jegyében hívják fel az emberek figyelmét a rákszűrések fontosságára, és ösztönzik őket az egészséges életmódra. A Rákellenes Világnapot 2000 óta minden évben február 4-én tartják meg. Az idei év a cselekvés éve, ezért a Magyar Rákellenes Liga Gyöngyösi Alapszervezetének tagjai Gyöngyös több helyén is igyekeztek minél több embert megszólítani az ügy érdekében. Ez bárkivel bármikor megtörténhet. Szerintem bárki, aki esetleg ilyenbe belecseppen és megkérdez már egy olyat, aki túl van mindenen, mindegy, hogy a ráknak melyik típusán, de biztos vagyok benne, hogy szívesen fog segíteni, akar utat mutatni, és hogy merre induljon, meg hogyan éljen tovább. A Rákellenesség a kampányt is indított, ez vagyok, és ezt teszem szlogennel, melynek lényege, hogy megkérik az embereket, hogy egy papírlapra írják fel, hogy mit tesznek azért, hogy egészségesebbek legyenek. Ezekből később egy óriás plakátot készítenek, tudtuk meg Tóth Lászlónétól. Az emberek fontosnak tartják a rendszeres szűrést. A nővéremnek is volt már rákja, és nagyon szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy én is a családomra, és magamra is, és mindenkire odafigyelek, ha ilyen dolog van, ne csak akkor menjen, mikor már késő. Ibolya néni már legyőzte a rákot, így fontosnak tartja, hogy az emberek védjék az egészségüket. Védjük az egészségüket, ahogy bírjuk, de én ma idős vagyok, 78 éves, ahogy bírom. Séta, levegő, nyugodtság, család jó legyen. A Rákellenes Liga folyamatosan azért küzd, hogy tájékoztassa az embereket és ösztönözze őket, hogy időben cselekedjenek egészségük érdekében.
Mintegy 80 tartós élelmiszercsomagot és több mint 1000 kg ruhaadományt osztott szét a hétvégén a gyöngyösi híd gyülekezete, a Család és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint az önkormányzattal együttműködve. A karitatív akció keretében több mint 200 gyöngyösi lakoson tudtak segíteni. A szervezők célja az, hogy ez a hagyomány folytatódjon, és még több rászoruló terheit enyhítsék. A unokáknak és a dédunokáknak. Hozzátartozóinak gyűjtött ruhákat ez az idős hölgy a minap. Hatalmas tömeg gyűlt össze az Egressy Béni kéttanítási nyelvű általános iskola udvarán. A Gyöngyösi Híd gyülekezete, valamint az országos szervezet több mint 1000 kg ruha adománnyal várta a rászoruló családokat, egyedülállókat és kisnyugdíjasokat. Az akció során tartós élelmiszercsomagot is osztottak, összesen 80 darabot, és egy forró teát is kapott mindenki. Idén a polgármesteri hivatallal karöltve, a Családsegítő Központtal karöltve egy ilyen közös akcióban vettünk ismét részt, ahol ruhák vannak és ételosztás. Mert étel, száraz étel van. Ennek a tartalma krumpli, hagyma, rizs, tészta, cukor, üdítőital. Az odaérkezők hálásak voltak most is az adományokért. Sokat segít, mert ugye én rokkanyugdíjas vagyok, le vagyok 100%-olva, és sajnos csak 40 ezer forintra a rokkanyugdíjam még. Most sosem egyelőre, hát még majd most intézzük a fogyatékosokat, hogy azt mi lesz belőle, vagy mint nem, de nekem ez sokat számít. Tavaly is kaptam, hát kicsi sokra megy. A szervezők a jövőben is szeretnének hasonló jellegű adományosztást szervezni, amint az idő és a körülmények engedik, szögezte le Takács György. Szivárvány vizuális délelőttöt rendeztek a Jeruzsálem úti tagóvodában, ahol a város 9 tagóvodájának növendékei mutathatták meg tehetségüket. Az eseményen a kézügyességre helyezték a hangsúlyt, így a kicsik különböző kézműves technikákban próbálhatták ki kreativitásokat. Emellett az óvónők új technikákat is elsajátíthattak, melyeket később hasznosíthatnak majd az óvodai foglalkozások során. Kreatív délelőttet tartottak a Jeruzsálem úti tagóvodában immár 23. alkalommal. A rendezvényt minden évben pályázat útján az önkormányzat támogatásával valósítják meg a gyermekek kézügyességének fejlesztése érdekében. Ez egy nagyon jó kis praktikus és már hagyományosan folytatólagosan bonyolított kreatív kis délelőtt. Damoszlai Andrea, a tagóvoda vezető kiemelte, céljuk, hogy a város tehetséges gyermekeinek egy kézműves délelőttet tartsanak, ahol a kicsik megmutathatják ügyességüket és kreativitásukat. A város összes óvodájából hívtunk nagycsoportos korú gyermekeket, óvónénik segítségével érkeztek ma el hozzánk, és az összes technikát, amit végül is most ki fognak próbálni, nem is fogom tudni mindet felsorolni, a gyerekek választhatnak saját képességeikhez mérten, hogy mivel szeretnének foglalkozni. A gyerekek minden asztalnál más és más technikát próbálhattak ki. Legtöbbjük a gyurmázást kedvelte a legjobban, köztük Flóra is, aki kedvenc állatát formálta meg. Gyurmázni. És mit szeretnél belőle készíteni? Egy mackót. Amíg a kicsik alkottak, a velük érkező óvónők sem unatkoztak, ugyanis különböző alkotásokat készíthettek többféle technikával, mint például vaxolás vagy tűnemezelés. Kiállítást rendeztek Gyöngyösön a Mátra Honvéd kaszinóban. Madaras László festőművész és barátai azokat a képeket mutatták be, amelyek tavaly nyáron készültek a Gyöngyös-Solymosi alkotótáborban. Madaras László festőművész minden évben szervez egy művésztábort, ahol barátaival és tanítványaival közösen festenek képeket, sőt újabban a képzőművészet más ágaiban is születtek műalkotások. A tavalyi tábort Gyöngyös város önkormányzata támogatta, ahogy az ott született képekből rendezett kiállítást is. Az elmúlt 2-3 évben Gyöngyösön számos olyan művészeti projekt valósulhatott meg, amit Gyöngyös város támogatott. Ilyen volt a zsinagóga kiállításunk is, és egyéb más művészeti projektek. És akkor onnan jött az indítatás, hogy polgármester úr azt mondta, hogy nagyon szívesen támogatna egy ilyen művésztelepet. Ez hála Istennek tavaly meg is valósult. Több generáció képviseltette magát a táborban, így a festők technikái is gyakran eltérnek egymástól. A hagyományos képeken túl néhány olyan alkotás is megtekinthető, amik teljesen egyedi módszerekkel készültek. Nem csak a természetről szólnak, hanem a természetben talált tárgyakból is készültek.
A leghagyományosabb a prima technikákról is beszélhetünk, az akorel, pác, pasztel, ami kivihető a szabadban, és ezzel lehet ott dolgozni, illetve van egy művész barátunk, aki tájinstallációkat készített, ennek egy fotodokumentációi lesznek, illetve vannak kiállítva. A felnőtt tábor mellett a legfiatalabbaknak is szoktak tábort szervezni, ahol színvonalas képek készülnek minden évben. Madaras László így még azt sem tartja kizártnak, hogy egyszer az ő képeikből is nyíljon majd egy kiállítás. A Gyöngyösi Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség szervezésében ezúttal a szenior csapatoknak kezdődött meg az elmúlt hétvégén a téri teremlabdarúgó kupa. A 14 csapatos mezőnyből a tavalyi döntős sikerre számítva a csapatvezetőjét, arról kérdeztük meg, milyen esélyeket lát egy újabb fináléba kerülésre. Minden tornára úgy indulunk, hogy oda akarunk érni a végjátékba. Hát hogy ez hogy fog sikerülni, most nem tudom. Vannak hiányzóink, vannak új emberek, a cél az, hogy ezek is beépüljenek, az új emberek a bajnokságra gyakorlatilag, de ettől függetlenül cél a bajnok, tehát megnyerni a kupa győzelem a cél. Minden meccs nehéz különben, nem egyszerű, ezt bebizonyította az előző téli kupa is, a mostani is lesz szerintem külön, tehát bárki győzhet, bárki veszíthet szerintem. A versenyt kiíró szövetség részéről Molnár Ferenc elnökségi tag elmondta, az idei év rajtja már okozott meglepetést. Ugye már hagyománynak számít ez a téli kupa, amire most 14 csapat adta le a nevezését. Tavaly ugye a Szamba nyerte meg ezt a versenykiírást, és mindjárt az ő mérkőzésükkel, és ezzel a meglepetéssel kezdődött az idei versenysorozat, hiszen az első mérkőzésen a HSC-től szenvedtek vereséget 4-3-as eredménye. Lehetnek meglepetések, és nem gondolnám, hogy bérelt helyek vannak. Igazság szerint nem emiatt gondolom azt, hogy nincsenek előre kiosztott helyek, hanem azért, mert annyira kiegyenlítettek az erőviszonyok a csapatok között, hogy bárki nyerhet és bárki okozhat meglepetést, de hozhat egy olyan csatát is, és egy olyan végeredményt is a verseny, amire egyébként mindannyian számít. Az, hogy ki lesz a végső befutó, ma még nem tudja senki. Egy biztos, még további két hétvégén pattog majd a labda a Dr. Fejes András sportcsarnokban, mire eldől a szeniorok között, ki lesz a legjobb ebben az évben a teremben. Ötvenezerre nőtt a bölcsődei férőhelyek száma Magyarországon, mondta Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Hozzátette, az átalakított támogatási rendszer miatt a fenntartóknak, az önkormányzatoknak ma már nem annyira ráfizetéses üzemeltetni a bölcsődéket. Ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt a bölcsődei dolgozók fizetése. Tavaly 43.694 fiatal igényelt támogatást a kincstártól. Az első sikeres nyelvvizsga vagy a B-kategóriás jogosítványhoz szükséges KRESZ tanfolyam díjához. A támogatások meghaladták az 1 milliárd forintot, mondta Tálai András parlamenti államtitkár. Az első sikeres nyelvvizsgához a 35 év alatti fiatalok 2018. január 1-től, a B-kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges KRESZ tanfolyam és vizsgadíjához a 20 év alattiak tavaly július 1-től igényelhetnek támogatást. Az aktuális végén pedig híreink még egyszer röviden. Jótékonysági városban 2 millió forint gyűlt össze. Megelőzés akciót szervezett a Rákellenes Liga. Szivárvány délelőtt kézműves foglalkozás az óvodában. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!